Az elnöki posztra hagyományosan csak a két legnagyobb párt jelöltjének van igazi esélye. A demokrata pártot Barack Obama hivatalban lévő elnök képviseli, míg a republikánus pártot mit Romney. Közöttük választhatnak az amerikai szavazók. Agresszív kampányt folytattak az elmúlt időszakban. A gazdaság állapota volt a legfontosabb kérdés. A jelöltek beszédeikben a munkahelyteremtésre helyezték a hangsúlyt. A CBN News szerint még maguk az elnök jelöltek is azt hangoztatják, hogy nem csak pártokra vagy jelöltekre szavaznak, hanem víziók, elképzelések mellett teszik le voksukat. Kedden nem csak elnököt választanak az amerikaiak, akkor választják meg a teljes képviselőházat, a szenátus egyharmadát, de a kormányzókról is most döntenek majd. Az USA-ban bonyolult választási rendszer van érvényben. Minden állam csak elektorokat választ, és az elnököt azok választják meg. Az állam elektorait azt határozza meg, hogy abban az államban melyik párt kapott legtöbb szavazatot. Az elnök személyét tehát nem a rászavazók száma határozza meg. A demokraták többnyire a keleti és nyugati parti államokat uralják, a konzervatívok pedig a délieket és a középnyugatiakat. A győztes elnök jelöltnek 270 elektort kell szereznie. Az elmúlt napok felmérései szerint országosan Obama 47, Romney 46 százalékon áll.